Padlizsán? Hagyma? Paprika? Paradicsom? Fokhagyma? És darált hús. Erőfényes szép napot, hölgyeim és uraim, Rázsi András vagyok. Most a Mátra és a Cserhát határáról jelentkezünk Tarkösség mellől, ahol is az ország egyik stupája található, ami egy buddhista szentély. Ezt itt Kőrösi Csoma Sándor emlékére emelték, aki kalandozásai során az indiai buddhisták között nagyon nagy tiszteletnek örvendett. Most az egyik szent helyről át fogunk menni egy másik szent helyre, ugyanis nem messze van ide egy nagyon híres katolikus búcsújáróhely, Szentkút, ami turista látványosságnak sem rossz. Megérkeztünk Szentkútra. Az egyik legnagyobb hagyományai itt vannak a búcsújárásnak, és nagyon sok legenda kapcsolódik ehhez a helyhez.
Az egyik ilyen a Szent László forrás, ahol mi is főzni fogunk. Megérkeztünk a Szent László forráshoz, ami az úti célunk volt. Amint azt önök is láthatják, a forrás időközben kiapadt, de attól még a környék az gyönyörű szép. Ezek a sziklák én nekem nagyon tetszenek, és nem mindig is nagyon tetszettek, ezért látogatok el elég gyakran erre a helyre. Első dolgom, ahogy ez már csak lenni szokott, a tűzrakás. Aztán utána főzni fogok egy töltött padlizsánt. Töltött padlizsán úgy fog készülni, hogy készítek egy húsos ragut, darált húsból, paprikából, paradicsomból, bazsalikommal és petrezselyemmel, megfűszerezve, meg persze egy kis fokhagymával. Rakok rá egy kis sajtot, és ezt be fogom beletölteni a padlizsánokba. Van egy jó trükk, mindig Dénes szokott nekem megmutatni. Ezt egyszerre meghúzom, egy szállat, hogyha jól húzok meg, akkor utána egyszerre kibomlik. Most Dénes nem mutatja meg nekem, mert a kamera van a kezébe, mindig erre a hülyeségre hivatkozik. Most kivételesen nekem is sikerült. Nem sikerült. Dénes, hogy van ez? De addig megfogom a kamerát. Jó. Hogy kell? Nagyon vigyázzat. Tessék. Hogyha egy helyen lángrapa kap, végül is már sikerünk van. Ilyenkor kell egy kicsit rásegíteni. Ebből már lesz parázs. Hoztam magammal egy kis étolajat, zöld petrezselyem, bazsalikom. Bazsalikomnak lehet kapni ugye a szárított formáját is, sőt, hát azt lehet leginkább kapni, és azt is szokták használni, de szagolják meg, sokkal, de sokkal intenzívebb az illata. Ugye? Ezt érdemes használni. Itt a paradicsom, fokhagyma, főszereplő a padlizsán, fólia, majd erre később lesz szükség, póréhagyma, erre nem soká, paprika, a másik főszereplő a darált hús, és a varázsdoboz. Ezt a varázsdoboz elnevezést az egyik kedves nézőnek köszönhetem, aki először érdeklődött, hogy hol lehet ilyet kapni, és azóta már több ilyen levelet is kaptam. Hát most elmondom mindenkinek, hogy ez kereskedelmi forgalomban nincsen sajnos. Ilyen kis üvegeket, amiben fűszereket tartom, azt lehet kapni elég sok helyen. Javaslom, hogy mindenki válassza ki az ízlésének megfelelően a kis üvegcséket.
és egy ügyes asztalosan meg lehet hozzá csináltatni a dobozt. Első lépésben a fokhagymát, illetve fokhagymát, a póri hagymát fogom fölkarikázni. Külső leveleket, mert kicsi megfonyadtak, azokat eltávolítom, és ezzel megspórolom a zöldségnek a mosását is. A zöld részét levágom, szemben a zöld hagymával ezt nem szeretem, mégsem úszom meg a mosást. Nem lesz koszos. Az érek így gyakran előfordul. És ilyen fél centis vastag karikákra elvágom. És a hagymavágással megvagyunk, már akarom is oda sülni. Egy kis olajat kell hevíteni hozzá. És mehet is rá a hagyma. És amíg a hagyma pirul, addig sem maradok tétlen, felaprítom a paradicsomot és a paprikát. A paradicsomot egy ilyen vékony szeletekre, félkarikára szoktam elvágni ehhez. Ezt is nagyjából ugyanúgy fél centisre, mint a póréhagymát. A paradicsomot nem kell tőle sajnálni, meg a paprikát sem. Így meg vagyok a paprikával is, a hagyma is mindjárt megsül. Póri hagymát nagyon nem kell megsütni, elég, hogyha egy kicsit megfonnyasztjuk. Közben a biohulladékot visszaadom a természetnek. A hagyma már meg is fonnyadt kellőképpen, ilyenkor rárakom a paradicsomot. Először. Majd a paprikát másodszor, és egyelőre semmi többet harmadszor. Egy picit ezt is megfonnyasztom, de tényleg csak egy nagyon keveset, mert nem akarom, hogy szétfőjön, és már rakom is utána a darált húst, amit megfűszerezek, és amíg a darált hús sül, addig előkészítem a padlizsánt is. Addig pihenek egyet. Ennyi fonnyasztás elég is volt. Ilyenkor rárakom a darált húst. Így. Kicsit elkeverem. Már jöhetnek is rá a fűszerek. Rakok rá egy kevéske sót. Így. Többet nem, mert nehogy elsózza. És a friss fűszerek. Bazsalikomat összeaprítani nem kell, csak egy kicsit így megtépkedjük. Majd később még rakok rá petrezselymet is. De azt még nem most, mert az a színét is és az ízét is elveszíti, hogyha sokáig főzzük, azt a vége előtt kell rárakni mindig. Én legalábbis akkor szoktam. Így, és amíg a húsunk sül, addig rakok egy kis rendet, és előkészítem a paddizsánokat. De mielőtt bármit csinálnék, amit majdnem elfelejtettem, a bors. Fogok egy paddizsánt, és a száránál egészen közel a szárához elvágom. Így. Jó 2 centi vastagon levágom a tetejét. Így. A tetejét azt félre rakjuk. És egy késsel belevágok.
A lehető legóvatosabban kell bánni vele, hogy a széle ne lyukadjon ki, mert ugye akkor kifolyna belőle a töltelék, amit majd bele fogunk tölteni. Akkor kikaparom. Azt hiszem, hogy ez kanállal sokkal könnyebben menne. Hozna nekem valaki egyet? Béla bátyám, köszönöm. És a padlizsának a belsejét sem hagyjuk kárba veszni. Azt is elvagdossuk. Így. Közben megjött a kanalom, köszönöm szépen. Béla bátyám, esetleg, hogyha volna kedved padlizsánt aprítani, most krumplit nem kell pucolni. Szent László királyunkhoz nagyon sok legenda fűződik, és az egyik legjellemzőbb ezen a helyen történt meg, ugyanis az ő uralkodása alatt nagyon sokszor volt kunbetörés az országba, és az egyik ilyen alkalommal, amikor felderítő hadjáraton volt a vitézeivel, itt ezen a helyen sorokba szorították őket a kunok, és Szent László királyunk erőfitoktatásként egy elég nagy szakadékon átugratott, lehet, hogy pontosan ezen a helyen. Tehát valószínűleg ezen a helyen történt, ugyanis itt látható az a bizonyos patkónyom, amit a legenda szerint a lova az ugratás következtében benne hagyott a sziklában. A patkó szögek nyomaimból pedig víz fakadt, és így keletkezett a Szent László forrás, ami nagyon sokáig üzemelt is, még régiek mesélik, hogy itt valamikor nagy vízfolyások voltak, hát időközben sajnos kiapadt. Sajnos a természetnek a vízrajza az elég rendesen átrendeződött az utóbbi néhány évtizedben, és hát én ilyenkor nem értem, hogy miért tagadják azt sokan, hogy nincsen globális klímaváltozás. Ahhoz, hogy valakit szenté olvassanak, legalább kettő csodáról kell, hogy beszámoljanak, kettő hiteles csodáról, és hát Szent László királyunknak ez volt az egyik ilyen csodája. Én közben a padlizsánnak a belsejét, amit kivettünk belőle, Béla bátyám aktív közreműködésével, ezt beleraktam a húsba, ebbe a húsos ragúba, és Béla pedig lereszeli nekem a sajtot, amit majd szintén belerakunk, ez az, ami összefogja majd a tölteléket, és ezt fogjuk beletölteni a padlizsánba. Fölaprítom a fokhagymát, elég ilyen vékony szeletekre elvágni, nem kell nagyon elaprítani. A lényeg az, hogy nagyon sokat használjunk. Kettő okból, az egyik nagyon finom íze van, a másik, hogyha nem elég fokhagymás, nekem Novák Béla kinyír. Ugyanis Béla bátyámnak a kedvenc étele szerintem. Tényleg Béla, van olyan étel, amihez nem használsz fokhagymát? Van. És pedig? Megyleves. Megyleves. Na, a megylevesen kívül minden berak fokhagymát. Még sót nem. Még só az mindenképp kell rá. Így. És még szórok rá egy kis borsot is. Mert szeretjük, hogyha pikáns. A hús már majdnem jó. Ilyenkor szoktam még egy kisi petrezselyemet rátépkedni. Ezt sem kell összeaprítani, főleg, hogy ez metélő petrezselyem, vagy francia petrezselyemnek is szokták hívni. Kicsit megtépkedve rárakom. És még mielőtt belekeverném a sajtot, rakok rá egy kis piros paprikát is.
Nem túl sok a piros paprikából nem kell, mert ez végül is nem pörkölt, nem paprikás, csak az íze kedvéért, meg a színe kedvéért. Mielőtt megtöltöm, keresek egy vízszintes helyet. Mondjuk a vágódeszka az nagyjából jónak tűnik. Belekeverem a sajtot. Az, hogy milyen sajtot használnak, ez igazából ízlés dolga, de én olyat javaslok, ami minél jobban megolvad a hő hatására. A sajt az kettős szerepet tölt be itt jelenleg nálunk, hogy először is ízt ad neki, másodszor pedig összefogja az egész masszát. Tehát a sajt az, ami összetartja a tölteléket. Béla bátyám, számíthatok rád ismét? Persze. Tudtam, hogy a hangmérnökökre mindig lehet számítani. A sajátomat megtöltöm. A sajátodat? A többiekét nem? Azt nem. Azt nem. Na, most mondtam, hogy lehet rájuk számítani. Padlizsánokat így alufóliába tekerjük. Ilyenkor már sok idő nem kell neki. Egy, nem, 4-5 perc. Bár azon is múlik, hogy mennyire forró a parázs. A rácsra már nincs szükség. Most szépen egyesével belerakom a padlizsánokat. Kicsit hagyjuk benne. Persze majd meg is forgatjuk. És majd amikor tapintása puha lesz, akkor készül el. Na, közben a padlizsán már tapintása puha, tehát ilyenkor lehet is tálalni. Így, óvatosan megfogjuk. Az alufóliának a ilyen kis kiálló részei annyira nem melegek, nyugodtan meg lehet fogni. Közben pedig elmondanám a kedves nézőknek, hogy a két szent helytől annyira elérzékenyültem, hogy a ilyenkor szokásos időjárás jelentést elfelejtettem elmondani, de most megteszem utólag. Mai nap napsütés volt, és nem esett az eső. A fóliát egy kicsit megtépkedjük, és ki se kell venni belőle, mert ez az étel így önmagát díszíti. Tudom, hogy ránézésre ez így kis adagnak tűnik, de hogyha otthon kipróbálják, meg fogják látni, hogy egy ember bőven jól lakik vele. És már csak ezért is érdemes lesz kipróbálni. Viszontlátásra! Töltött padlizsán. Hozzávalók 4 szemére. 4 közepes padlizsán, 1 darab póréhagyma, 5 gereszt fokhagyma, 2 darab paprika, 2 darab paradicsom, 60 deka darált hús, 30 deka pannónia sajt, 2 kávéskanál piros paprika, ízlés szerint bazsalikom és petrezselyem zöld.